közben bejöttem ide egy kis városkába. Boulevard Napoleon. Napoleon Boulevard, hallod? Ismertek ezt a zenekart? Hogy volt a nóta, hogy Napoleon Boulevard azt énekelte, hogy sok mindent énekelt. Vince Lilla orhangon énekelt. Bár valaki szerette, valaki nem. Most nem jut eszembe egy nóta sem. Azt akartam mondani, hogy ennek az útnak a végén van egy kastélyszerűség, vagy nem tudom micsoda, és ilyen nagy lépcső vezet fel. Úgyhogy eljött az idő, hogy én most itt megállok. Kicsit köd van sajnos, meg nem az a tiszta idő, de most elmegyek, ott megállok, és akkor fősétálok a lépcsőn. Jó, föl kell vennem egy gatyát, mert melegítőben vagyok, egy ilyen kis pizsamában nyomom. De mindegy, ez rátok nem vonatkozik, vagy nem érint. Na, megnézzük ezt a sok lépcsős dolgot, jó? Az van, gyerekek, hogy Brienne-la-Chateauban vagyok. Az a neve a városkának, hogy Brienne. És kijegyzeteltem, illetve kifotóztam a telefonból, amit tudni kell. Hát erről a kastélyról, ami itt van mögöttem, egy probléma van vele, hogy nem lehet bemenni a kastélyba innen, van valamilyen másik bejárata, és onnan talán be lehet menni és körbe sétálni a kastélyt, de én ezt most nem fogom megtenni, mert hogy nekem erre nagyon nincsen időm, és hát inkább csak innen mutatom meg, jó? Amúgy különben nagyon jól néz ki a városka innen fölülről, figyel? Itt van a városka, milyen aranyos kis udvar, mi? Tök jó fej, ezt nagyon szeretem, az ilyen tipikus francia kis udvarka. És akkor itt vannak a kis utcák, házak. Ugye itt lehet följönni a kastélyba. És akkor most átmenjünk ide a másik oldalra. Ugye a kastélyból mit láttak az urak régen? Ugye hát itt meg van a másik oldala a városkának. Milyen jó régi kis ház, oda néz. Faborítású az oldala. Alul kőből van, tök jól néz ki. Na, hát ilyesmi. Figyelj, és akkor itt van az egyik bejárata ennek a kastélynak, amiből túl sokat nem fogunk látni. De ha már itt vagyunk, akkor ennyire megmutatom nektek. Taradám, hát így néz ki. Ugye az van, hogy erre autózok el mindig, és ugye a körforgalomnál rálátok erre a várra, vagy a kastélyra, meg a bejáratára, és mindig úgy voltam, hogy egyszer megállok, és ahányszor jövök, mindig mondom, egyszer megállok. És ez addig folytatódik, amíg meg nem állok, úgyhogy most meg vagyok nyugodva, megálltam, megnézem, megmutatom, és utána legközelebb jövök, akkor nem azt mondom, hogy meg kéne állni, hanem hát, de jó, itt már voltam. Hát nem tudok más mutatni, na, ne is haragudjatok, mert nem tudok bemenni. És az sok idő lenne, hogy most én elmennék a faluba le vissza, hogy keresnék egy másik bejáratot, amúgy különben itt lehet valahol. Tehát arra kéne elmennem valamerre, úgy körbe, és akkor hátulról vagy oldalról megtámadni a várat. Na, hát ennyi volt, gyerekek, akkor ez a kis kirándulás, megyünk tovább. Jól néz ki ez a kapu, mi? Milyen lehetett itt különben így élni, gyerekek? Ezt nem is tudja felfogni az ember, akkor valaki ilyen gróf lehet. És ilyen körülmények megadatnak neki, hogy és hát, hogy ilyen körülmények között élhet, de nem is tudjuk felfogni, hogy ez milyen lehet. Mostanában a Mészáros Lőrincés csapata az tudja, hogy milyen lehet. Körülbelül úgy élhetnek most ők, mintha régen itt az urak éltek, legyen az bármelyik ország. Tehát, de hát ez mind halandók, mi ezt nem fogjuk tudni megtudni, hogy milyen is lehet az úgy élni, hogy semmire nincs gondot. Persze azt mondják, hogy a pénz az nem boldogít, meg nem minden. Na, lófüttyöt nem, gyerekek. Ha pénz mellette hülye vagy, vagy ha van pénzed, és úgy élsz, mint egy nyomorék, szellemileg, erkölcsileg, vagy nem is tudom még, hogy fejezem ki magam, akkor az arról szerintem
te tehetsz. Tehát akkor te tényleg akkora hülye vagy, hogy meg is érdemled, hogyha van pénzed, de nem vagy boldog, én azt gondolom. Na, ennyi volt, gyerekek. Húzok tovább, jó? Hű, de jó süt a nap, mi? Kisüti a szememet. Nem akarok semmit mondani, csak úgy eszembe jutott, most megálltam, aztán kidobom a szemetemet meg. Lehet, hogy eszek valamit, azt most nem tudom, most 14 óra 40 van szombat. A lengyeleknél vettem ilyen vizecskét, sikerült eltalálnom, hogy nem szénsavas, illetve a nénit is megkérdeztem, hogy no gáz. Azt mondta, hogy nincs gáz. Meglepetésemre, vagy megdöbbenésemre Német vagy Lengyelországban igen kevesen beszélnek angolul. Tehát ahol megszólaltam angolul, mindenki úgy válaszolt, hogy mondom neki, hogy én ezt nem értem, nem beszél angolul. Úgyhogy ha ezt még egyszer megkérdezem, akkor még gyorsabban elmondja, és egy kicsit hangosabban. Ez ilyen tipikus cseh mentalitás. Na mindegy, azt akartam mondani, hogy ez a Zvíjet Zdrós, vagy nem tudom, így néz ki. Szóval ez valami brutálisan finom víz, azt kell, hogy mondjam. Én nem szoktam így mondani, hogy finom vagy nem finom, meg nem is szoktam érzékelni, hogy finom lehet egy víz. Viszont Portugáliában már vettem olyan vizet, ami ilyen kesernyi és egy kicsit, tehát keserű volt. Vettem ilyet is, olyat is, de ez a víz, ez olyan sejmes, ilyen tök jól lecsúszik, nagyon ízlik. Attól függetlenül, hogy nincs is íze, de azért ízlik. Azt éted? Ragd össze. Aztán a mondatom után meg ragdol, hogy éted-e. Tehát ízlik úgy, hogy... Hát ezt nem is tudom, hogy mondjam el ezt. Az a víz, ez ízlik nekem úgy, hogy nincs is íze. Éted-e? Ízetlenül... Íztelenül ízlik. Na, jó, nem foglalkozom tovább, mert ez már megint a fáradtság jele, most megint le tudnék feküdni, aludni, de nem fekszem le, mert mennem kell tovább. Kidobom a szemetet, teszek valamit, aztán így megyünk tovább. Csörtetünk itt a lengyel kolléga után a Ányos úton lehetek. HD 2060, francia Bundes. Gyorsan megosztok veletek egy információt, mert én ebben nem is gondoltam bele, hogy vannak olyan dolgok, ami nekem természetes, viszont másnak meg nyilván, ha nem tud róla, akkor az meg újdonság lehet, és vannak ilyenek, hogy én nem is említem meg, vagy nem is foglalkozok vele, mert azt gondolnám, hogy mindenki tudja ezt. Egy ismerősöm beállt Franciaországban, vagy Spanyolországban egy olyan parkolóba, ami felébredése után kiderült, hogy fizetős volt, és kapott egy ilyen cetlit, hogy be kell fizetnie. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy megtalálta a parkolóőrt, és beszélgetett vele, és elmondta neki, és ezt újdonságként
adta vissza ezt az információt, hogy azt mondta neki a parkoló őr, hogy Spanyolországban, ha kékkel van felfestve valami, akkor az fizetős, ha zölddel, akkor az magán terület, ott nem lehet megállni, és csak ott állsz meg ingyenesen, ahol fehérrel van felfestve. Szóval a megdöbbenésemnek a tárgya az, hogy ebben a, tehát hogy nekem természetes, hogy hétköznapi információ az másnak újdonság. Szóval felhívom mindenkinek a figyelmét akkor, aki így vezet, hogy bármelyik országban jársz is, hogyha különböző színű felfestést látsz, nem biztos, hogy annak kéknek kell lenni, mert például most van meg egy példát, Angliában sárgával van felfestve, ahol tilos megállni. Szóval, hogyha eltér a fehértől a felfestés ilyen parkoló zónában, abban biztos lesz, hogy fizetős lesz a dolog, úgyhogy csak olyan helyen álljál meg, ahol fehérrel van festve felkecske, és akkor nem lesz büntetés. Jó? Természetesen a táblákat azt figyeljétek, azt ne hagyjátok szemen kívül. Tehát aki van rakva egy buzinai tábla, hogy megállni tilos, viszont nincs felfestés, Istenem. Szóval nincs felfestés, de van tilító tábla, akkor ne álljál meg, és arra hivatkozzá, hogy nincsen felfestve. Gyerekek, felkecske, jól süt a nap. Na, ezt akartam mondani, jó? Színre figyeljetek, ne legyenek színvakok, mert az sokba kerülhet. Mondjál egy 10 olyan dolog, ami szerinted fontos, hogy legyen a forgalomban. De ez most komoly. 10 dolog? Aha. Tehát, hogy mi az, ami 10 dolog, vagy 15, ami szerinted nagyon fontos, hogy legyen? Nedves törlőkendő, de az mindenképp. Tehát az több fajta, a kocsi minden zegében, zugában. Aztán... Egy. Papucs. Kettő. Ez nagyon fontos. Azért büntet a rendőr. Igen, hát hogy legyen milyen megbüntetni. De várjál, most milyen dolgokat mondjak, tehát a szakmához fűződő dolgokat is? Vagy olyat, ami mondjuk a inti élethez, érted mit? Tehát most ilyeneket mondjuk, hogy menetlevél meg... Nem. Hát nyilván, hogy a mellény, a papapucs, meg a sisak, illetve a védőszemüveg az alapfelszerelésig kell legyen, de olyan, amit... Hát ami úgy gondolt, vödör, hogy... Vödör. Na, igen. Sötét színű szemetes zsák. A vödörben más nem jó. Csak a fekete. Csak a fekete. A többi az illúzió. Többi a ciki, amikor az ember ki akarja dobni. Az összes töltőkábelek, meg mindenféle ló, az fontos. Nehéz összeszedni ennyit. Nehéz mi? Pedig aztán olyan sok van. De nehéz összeszedni. Amíg azt gondolja az ember, hogy szüksége van, vagy kellhet. Hát ugye nekem az, hogy legyen főzőcuccom valami, de hát neked... Tizenéve nincsen, tehát te bírod a nélkül is. Pluszter számot valamit van? Van. Hát ehhez a kocsihoz kell. A másikhoz nem kellett. Uh-huh. Ehhez azért kell, mert ez az egy idősebb autó. Mindenféle ilyen cserélhető betétes izék, vites csavarhúzók. Csillag, kicserélem, sima, yeah. Kicserélem, torx, ilyesmi. Egy olyan szett van benne, meg egy-két ilyen nagyobb csavarhúzó. Ami még nagyon fontos. Na? Akasztó.
Amikor bemegyünk zuhanyozni valahova, sehova nem tudod tenni a hátizsákodat, a törülköződet, a nem tudom én micsoda, és olyan akasztót venni, ami ugye az ajtóra föl lehet akasztani, tetejére, és akkor azon lóg mindenféle táskát, meg egyéb ilyenek. Ja, ez egy fontos dolog. Nekem például rossz a kézifék. Ez nagyon fontos különben. Manuális kézifék. Azt hagyjam, de nem az, tudod miért? Nekem is van egy ilyen a kocsiban. Nekem is van ilyen a kocsiban. De miért van ilyen? Ne. Elmondom. Egyszer defektet kaptam egy osztrák cégnél, de szerintem kiszúrták a gumit, mert rossz helyre álltam. Ugye hiába raktam alá az emelőt, feltekeltem és nem emelte fel annyira, hogy lejöjjön a gumit. Ja, mert gondolom lenyomta a földbe azért az alját, nem? Nem, rendes izén voltam. Aszfalton voltam, és mégsem emelte fel annyira az autót, hogy le tudjam venni a gumit. Kínomban találtam egy ilyen rakatnak, pont ott verve egy ilyen szar, azt raktam alá, és akkor azzal már föl tudtam emelni. Na, azóta nekem van egy ilyen, Tamás főnököd adta nekem. Mondtam neki, hogy kerítsünk egy ilyet, mert kell egy ilyen fakocka. Fogadat. Egy fakocka, és azóta azért benn van nekem a kocsiba. Na most mosolyogj. Csapkába nyomjuk, azt nekem, ah, hideg van. Nem. Vagy nem voltál fodrásznál? De, le van vágva a sérom. Tíz dolog az nehéz. Mondjuk például ez a spritznis cucc, ami neked is van, az egy jó cucc. Jó dolog, ha van. Kézi permetező, hallja? Igen. Na szevasz, Rabika, jó legyél, jó utat kívánok neked. Ciao. Te is, jó legyél. Észnél legyél. Mi? Észnél legyél. Jó. Bringások, futók, Spanyolország. Szerencsésen túléltem az éjszakát, hajnal 3 körül tudtam megállni Spanyolországban. Még egy olyan 450 km van Madridig. Rendkívül jót aludtam, azt kell, hogy mondjam, olyan kipihent vagyok is szép. Ki vannak simulva a dolgaim. Levágtam a hajam, úgyhogy most a síró is be van állítva. Fasza a hári. Mit akartam? Éjszaka találkoztam Gáborral. Találkoztatok már vele. Beszélgettünk, ittunk egy kávét. Túl sokáig nem tartott a meeting. Szépen süt a nap, elmegyek. Nincs kedvem. Néztem filmet, rákattantam. Ne elmondom gyorsan. Zsolti kollégám hihetetlen jó szívű. Azt kell, hogy mondjam, képzeljétek el, hogy neki van egy Netflix előfizetése. És ugye a Netflix csomagban, hogyha a legmagasabb kategóriát fizeted, akkor talán öt eszközről lehet nézni az előfizetést, és tök jó fej volt, képzeld el, mert a kollégáknak, mindenkinek csinált egy ilyen alfiókot az ő saját fiókjába, és mikor találkoztam vele, akkor elkérte a telefonomat, letöltöttük a Netflixet, és az ő kódjával belépett a telefonomra, és onnantól kezdve tudtam nézni filmeket, és teljesen ingyen, természetesen nem kért érte semmit. És mindig mondogatta, tehát azért, még gyorsan még visszagulok, úgyhogy Zsolti, nagyon szépen köszönöm, tehát ez, én nem tudom, tehát nem sokan teszik ezt meg, én szerintem nagyon hálás vagyok érte, és akkor most jön a folytatás, hogy addig nyüstölt, mindig mondta, hogy van egy nagyon jó sorozat rajta,
ez a nagy pénzrablás, egy spanyol sorozat. Mindig húztam, halasztottam, mondom, nem akarok belefogni, mert akkor leköti az embert, meg az energiát, meg mindent, tehát akkor csak arra fog koncentrálni, hogyha tényleg jó és magával ragad, és basszus, lásd csodát, hallod. Elkezdtem is, hát minden nap nagyon sokat néztem, 5 évadot letekertem, és ma reggel vége lett az 5. évadnak a nem tudom hányadik részénél, vagy én most nem tudom, tehát most meghalt a lánya végén. Aki látta, azt tudja, miről beszélek, és akkor egyszer csak így vége lett. Most én nem tudom, hogy mi lesz, hogy most vége van, vagy kell keresnem valami másik folytatás, vagy nem tudom. Na mindegy, megkérdezem majd a Zsoltit. Aki nem látta a filmet, nagyon-nagyon ajánlom, szívvel ajánlom a Nagy pénzrablás. Nézzétek már, kúva jó sorozat, hallod? Én nem vagyok ilyen sorozat függő, de most az voltam x hétig. Mondjuk egy hétig, vagy két hét alatt daráltam le, vagy nem tudom, valahogy így. Úgyhogy ajánlom mindenkinek. Na, ezt akartam mondani, Zsolt ölelés. Tényleg köszönöm szépen. Ja, de bocsánat, de közben az még hozzátartozik, hogy amikor így elkezdtem nézni, meg láttam, hogy tök jó ez a Netflix dolog, akkor én gondoltam a babámra otthon, úgyhogy vettem a bátorságot, és előfizettem én saját magam a Netflixre, úgyhogy Zsoltnak visszaadtam, és megköszöntem a lehetőséget, és akkor most én így a babám otthon, én meg itt útközben tudjuk nézni a filmeket, sorozatokat, meg amit akarunk, úgyhogy ennyi volt a kis izé, a reklám, nem kapok érte semmit, de mindegy, beleférnem. Na, izzítom a motort, aztán elrugaszkodom innen, megállok még egyszer tankolni valahol, aztán Madrid következik, nem szeretem Madridot különben. Minél nagyobb a város, annál jobban nem szeretem. Az nem tudom, miért ford így ki bennem, de lehet, hogy azért, mert vidéki lettem. Na, gyerekek, gondoltam egy nagyot, hogy bejövök ide Burgosba, és megmutatom nektek a katedrális, mert ez egy elég híres katedrális, főleg azoknak, akik El Camino-mal voltak, vagy készülnek, vagy valamilyen közük van hozzá, mert hogy innen is szoktak indulni, vagy itt megszoktak. Vagy hogy kell ezt mondani? Tehát a Camino-nak az egyik állomása, én úgy tudom, ez a burgoszi katedrális, amúgy meg egy pompázatos is nagyon jól néz ki. Viszont bejöttem a városba, és hát parkolni, én nem nagyon találtam parkolóhelyet, főleg furgonnal, úgyhogy szégyen szemre, én most elhagyom a várost. Megálltam itt egy ilyen Centro de Salud, hát ez egy ilyen egészségügyi központ, vagy egészségközpont, meg univerzitát, egyetem van itt, vagy mi a tököm. Egy ilyen utca pálmafa, platánfa sor van, de nagyon furcsa, mert csak 2 autó parkol, minden máshol meg fullon vannak az autók, úgyhogy nem merem itt hagyni az autót, és innen elsétálni egy 1,5 kilométert vissza a katedrálishoz, mert azt nem szeretném, hogy itt lebilincselik, vagy elvontatják az autót. Nincs kint semmi tábla, de nekem mégis olyan furcsa, hogy itt nincsen senki. Úgyhogy én ezt nem kockáztatom, mert legközelebb, meg már délután van, tehát 16 óra van mindjárt. Úgyhogy még én elsétálgatnék oda, meg tököm, meg vissza, elmegy az egész napom, és akkor megint éjszaka fogok megérkezni Madridba. Úgyhogy én feladtam most ezt a Burgoszt. Nincs is jó kedve, annak mondom őszintén. Pedig ezt régóta szerettem volna megnézni, és tök szar dolog, hogy most tényleg itt vagyok 1 kilométerre tőle, bebukdácsoltam ide a városba.
és nem tudom megnézni, hát mindig ez az parkolási mizéria, de komolyan, tehát ezért nem lehet megnézni dolgokat, mert nincsen parkolóhely a közelben, itt kéne egy órát keringenem, érted, hogy valahol találjak valamit. Bocsánat, na jó van, elhagyom a várost, majd legközelebb talán jobban, vagy körültekintőbb leszek, vagy jobban fog sikerülni, vagy nem tudom. Most ez az utam, ez olyan szar. Nem is nyavajgok. Na, itt vagyok. Hello, jó reggelt Madridból. Mindjárt 8 óra van, aztán elmegyek rakodni, egy utcával arrébb állok a cégtől. Bár a cégnevet azt nem találtam meg este, de a házszámot igen, talán 50-es. Ha jól emlékszem, azt kell keresnem is, az ott volt. Na, majd megkérdezem ott, hogy what the fuck. Figyelj, azt akarom mutatni, hogy ugye itt állok egy ilyen kis utcácskában, és ugye itt föl van festve ilyen parkolási zóna, tehát itt az útszélén ugye van két sáv, meg itt lehet parkolni, és szintén a másik oldalán. Na most lehet látni, hogy ott áll egy autó közvetlenül a zebra előtt, illetve ezen az oldalon szintén ott áll az autó a zebra előtt, és most mutatok egy másikat, ott van egy autó, látod, ott is van a zebra, és közvetlenül mögötte áll, vagy előtte, teljesen mindegy, de ott van a felfestése az autónak, hogy ez egy kijelölt parkolóhely. Nálunk van valami szabály erre, nem? Hogy nem lehet a zebra elé és mögé állni x méteren belül. Spanyolországban lehet? Ez a kérdés, vagy csak ez az ipari parkszerűség, ez mentesíti ezt a törvényt, vagy szabályt? Vagy még záporozhatnának a kérdések. Na mindegy, csak ezt láttam itt most ébredésemben, hogy itt nem probléma, hogyha közvetlenül a zebra mellé parkolnak az autók. Na, gyerekek, ide jöttem nagy vagánnyal az 50-es számhoz. Először van egy darab bejárata van az épületnek, és ki vannak írva három csengő, náve uno, dos, tres. Nekem az uno volt megadva, az egyes, megnyomtam, senki. Aztán 5 percen belül jött egy hölgyike, kérdeztem tőle, fingja nem volt az egész, mondta, hogy nyomjam a csengőt, ha mondom, nincs senki, akkor nem tud segíteni. Aztán jött egy srác, és ez valamilyen szinten oda tartozott, de hát mondom neki, hogy hoztam cuccot meg, ezt most nem tudja, hogy mit kell csinálni. Van rajta egy ilyen Francesco nevezetű név, meg telefonszám a papíromon, és azt mondta, hogy a csávokám az nincs itt, úgyhogy nem tudja, hol van. Valakit hívogatott, aztán annyiban maradtunk, hogy nem itt vagyok. Nem vagyok jó helyen, vagy nincs itt az ember, vagy nem tudom, tehát igazából nagyon nem segített. Beletörődött abba, hogy nem tud segíteni, vagy nem tudom. Aztán én továbbadtam a főnökségnek. Úgyhogy most megy a telefonálás. Kávézási. 9 óra 7 perc van, vagy 8, vagy 10. Sehol senki. Nem jött ide hozzám még senki. Itt állok az utcában. Az áru rajtam. Senkinek nem fontos. Érthető ez? 10 óra 5 perc van, és megszabadultam a cucctól. Egészen érthetetlen. Tehát eddig arról nyavajogtam, hogy nem értem, hogyha valaki felad egy cuccot, akkor azt még nem várják. És ugye voltam fönn az irodán, egy 50-es szám ki volt rakva, egyes csengőket megnyomni, de fölmentem, jött egy csávókám, aki fölvitt, és értetlenkedve nem értette a dolgokat, hogy tehát nem is nagyon tudom összerakni az egészet, mert úgy képzeld el, hogy az az épület, ahol az 50-es volt, annak az épületnek a végén volt egy kapu, ami reggel még zárva volt, én oda elmentem. És most ki lett nyitva, és elsétáltam arra, és benne állt egy autó. Egy hasonló cégfelirattal, mint amit én kerestem, és besétáltam oda, és megkérdeztem, hogy ez a cég itt van, mert nem az volt kiírva különben, és azt mondták, hogy igen, ez az. Érted? Ott van lent az iroda alatt egy műhely, és a fönt irodában nem mondta azt, hogy menjek oda, hanem értetlenkedve azt mondta, hogy ő nem tudja, mit csináljon, ahogy hívják fő valakit, mondta ő nekem.
Na mindegy, szóval ott volt emberként, kérdeztem, hogy ez, igen, oké, mondom, akkor idejövök, aztán lerakodnék. Jó, rendben. És volt targoncájuk, leszették, aláigazolták, vagy leigazolták a papírjaimat. És ennyi. Tehát akkor a kérdőjelek keringenek bennem, ha nem is tudom, hogy ezt el tudom-e hordozni. Tehát az egy csávókám, aki engem fölvitt az irodára, az mi a lófaszról beszélt akkor? Vagy mit akart? Vagy én nem is értem. Miért nem mondta azt, hogy ott van az oldalán az épületnek a bejárata, teherporta, mondjuk nevezzük így, de csak egy ilyen garázsszerűség volt. Nem értem. Ah, gyerekek. Néha tényleg olyan hülye emberekkel fut össze az ember, hogy egyszerűen... Nem tudom. Na mindegy, túl vagyok ezen is, megvan. Eljöttem Németországba ide, Madridba. Megint itt vagyok a Vanda Metropolitánónál. Sziasztok, következik. Filmnézés. És melegedik az ebédem. Annyira finom pacalpörkölt lesz, méghozzá alföldi pacalpörkölt. Imádom, szeretem, most ide felraktam a rezsóra. És tökéletesen melegedik fel. Mert itt Madridban hihetetlen napsütés van, és pont telibe vágja a nap. Úgyhogy percek kérdése is. Tök meleg lesz a cucc. Úgyhogy olyan ebédet fogok enni, mintha otthon ettem volna. Na, itt vagyok a Metropolitánóban. Jó, mi? Hat óra akkor, a 6 óra fél hét körül arra keltem, hogy kúva nagy csend körülöttem, tehát olyan furcsán volt csend a Vanda Metropolitánnak a parkolójában, Real Madrid, nem Real Madrid, hanem a anyját ennek a foci csapatnak, na nem jut eszembe a neve, hihetetlen. Mindegy, a valamelyik Madrid, na rohadjon meg. Szóval annak a parkolójában, ugye, hogy este, mai napon 19-e van, a Liverpool játszik ezzel a buzi csapattal, majd nem jut eszembe a neve, és Atletico Madrid, és hát lezárták a parkolót, ahelyen aludtam, tehát hermetikusan lezárták mindenki elől, minden kaput és sorompót lezártak, lecsuktak, és úgy kellett kimennem egy olyan kordonon, ahol egy emberke ott volt az autójában ült, és ő nyitotta ki nekem. Úgyhogy jobbnak láttam, hogy eljönni onnan, nehogy bármiféle fizetési dolog legyen belőle, vagy nem tudom, tehát akkor zavarnak el, mikor a legnagyobb a tömeg. Úgyhogy eljöttem egy 10, hát inkább egy 8 kilométert egy Carrefourba. Úgyhogy a lényeg az különben, hogy kaptam munkát, hogy most elmegyek innen Alcalá de Henaresbe, az itt van egy 15 kilométerre körülbelül, és Alcalá de Henaresben egyszer már jártam, sétáltam bent a városban, arról nevezetes, hogy Cervantes ott élt, vagy ott írta meg a La Mancha de La Manchát, és ott van egy ilyen szobor neki, a padon ül Don Quixote de hogy hívják? Don Quixote de La Mancha, Don Quixote de... Tököm tudja, ott ült Don Quixote a padon, oda lehet mellé ülni, ezt fotózkodni, a háttérben meg ott van a ház, ahol élt Cervantes. Úgyhogy most elkalandoztam, de ott fogok rakodni, és azzal a lendülettel, és
cuccal elmegyek vecsésre Magyarországra, tehát nem egyszer Németország, aztán úgy haza, hanem direktbe megyek haza innen Madrid mellől. Úgyhogy akkor most rálépek a gázra, és tűzés. Tudod, mi fontos, vagy a furcsa? Itt van mellettem, most nem tudom megmutatni, de itt van mellettem a folyósó a repülőknek. És ugye mutattam a repülőket, ahol szállnak lefelé, és honnan jönnek. Santiago de Compostela-ból érkezik a járat. Jelen pillanatban 617 méter magasan van, és 280-nal halad. Melilla és Madrid között, érdekesség, hogy Melilla az Afrikában van, de spanyol város. 630 méter magasan van a repülő, és 240-nel halad. Hihetetlen, hogy mennyi, látjátok, hogy az onnan föntről Santiago de Compostela fölül indult a repülő az óceántól, és jött Madridba ide. Egészen elképesztő, hogy milyen repülőjárat van itt Spanyolországban. Figyelj, most jön egy másik repülő, közben itt látszik. Ez is egy Air Európás, de ez Lisszabonból indult, és Madridba jön, és most van itt mellettem. Figyeld, mutatja a repülő, vagy a kép, hát itt jön. És ha kinézel ide, akkor ott repül az égbe, látod? Ez is Air Európa gép. Ezt jelen pillanatban gyorsan mondom nektek, 601 méter magasan van, és 300-zal megy, és hát mindjárt le fog szállni, 3 kilométert mutat a pálya végéhez. Na mindegy, csak ezt akartam mutatni nektek, hogy elképesztő, hogy Spanyolországon belül milyen repülőjáratok vannak. Majdnem kimerem jelenteni, hogy több repülő jön itt Madridba, mint nálunk otthon buszjárat, hallod? Nagyon durva. Elképesztő különbségek vannak. Most aludtam egy fél órát körülbelül, és arra lettem figyelmes, hogy, hogy másmilyen a zaj a repülőnek, és most nem lefele szállnak itt a repülők ezen a folyosón, hanem fölfele. Megfordították az irányt. Na hát, megtaláltam. Először bementem valami élelmiszeres cucchoz, raktárba. Azt ott kerestem az irodát, de szerencsére nem találtam meg, mert össze-vissza mondták, hogy hol vannak. Aztán kijöttem onnan a picsával, olyan furcsa volt az egész. Az közben itt vált az ember a szomszédba, mert látta, hogy a magyar az autó, és tudta, hogy magyar árut viszek, úgyhogy majd integetett nekem, hogy oda menjek. Jaj, de jó, mondom. Muchas gracias. Aztán föl is dobta rám a négy palettát, úgyhogy meg is vagyok. Illa belek, nála kerek. Elindulok Magyarországra.
Halló gyerekek, hát ilyet még nem is láttam és tapasztaltam. Behóbiában vagyok, francia vagy spanyol-francia határ, nem enged át a rendőr, ott a hídon van állóan ellenőrzés francia részről, és a franciák nem engednek át az országukba, azért mert nem vagyok beoltva. Úgyhogy most elvették a személyigazolványomat, nem tudom már mióta írogatnak meg dokumentálnak. Meg a lakcímkártyámat, az előbb azt mondta az ember, hogy nem mehetek be Franciaországban, mert nem vagyok beoltva, aztán most nem tudom mi lesz, fél órája lassan már itt állok, és gyakorlatilag nem tudom, hogy mi fog történni, vagy mi van. Itt előttem lehet látni a rendőrautót egy picit, benne van a képben, tehát ott folyik a dokumentáció, de hogy ez... Nek mi lesz a végeredménye? Lehet, hogy visszafordítanak, de akkor jó, nem tudom, hogy megyek haza, gyerekek. Itt maradok Spanyolországban, mi az nagyon durva. Gyerekek, hihetetlen, milyen bóckodás van ebben a világon majd. Amúgy különben nem tudom, nem is értem, született valami új törvény itt Franciaországban, nem lehet menni, eddig úgy volt, hogy a nemzetközi sofőrök jöhetnek, mehetnek. Én nem láttam még ilyen törvényt, most van 19-e van, és hogy én nem hallottam, meg nem volt előttem még ilyen dolog, hogy ha nem is értem ezt a dolgot. Komolyan gyerekek, ezt nem nagyon vágom. Nem is értem ezt. Na mindegy, majd kiderül, hogy mi lesz, hogy lesz. Most várakozás van, hogy megvárom, hogy mit mondanak. Na, jó reggelt kívánok mindenkinek Franciaországból. Nem térek magamhoz, hogy mi történt tegnap a határon, és egyszerűen nem is tudom elfogadni az, amit velem csináltak. Tehát az, hogy a rendőrnek az az érve, hogy azt mondja nekem, hogy a kamionosokra ez nem vonatkozik, csak a személyautókra és a furgonokra, hogy csak teszttel léphetek be az országba, vagy kártyával. Ez agyament. Különben kérdeztem a rendőrt, hogy mutasson nekem erről paragrafust vagy szabályt, ahol ezt leírják, és nem tudod mutatni. Úgyhogy kicsit furcsa érzésem van ezzel kapcsolatosan, hogy ez én szerintem nem volt annyira túl szabályos, vagy túl, hogy mondjam, hát ez nem volt korrekt. Ahogy közben majdnem egy órát álltam a határon, úgyhogy nem engedtek tovább. Majd a legvégén még jött két rendőr autó, egy civil, meg egy nő, és ők mondták, hogy vissza kell forduljak, nem mehetek be az országba. És ugye az lett a végeredmény, hogy fölmentem a fizetős pályára, itt az a fizető kapu, az a határ. És a legelső kapunál meg lementem, tehát gyakorlatilag addig ingyenes az autópálya. És hát elég ciki volt a dolog, mert ott is állt egy rendőr, és hát összeszorult a seggem, hogy most ez kivesz engem, vagy ő is leellenőriz, de hál' Istennek csak állt ott is nézett nagy szemekkel. Hogy megúsztam a dolgot.
Úgyhogy nem tudom, na gyerekek, most ez, én nem tudom, hogy mi volt ez az egy órán át való beregisztrálás. Tehát ugye egy órán át ott álltam, és papíroztak, telefonálgattak, és nem tudom. Én egyszer nem értem ezt, hogy most ha megállít a rendőr, akkor én ki vagyok tiltva az országban, hogy nem tudom. Tiszta agyrém ez az egész, gyerekek. Agyrém. Meg van bolondulva ez a világ, de komolyan, ilyen hülyeséget. Nem is mondok semmit, nem. Nem elég nekem leküzdeni a kilométereket, úgyhogy olyan nehéz megcsinálni ma az etapokat, érted, a vezetési óra az kurva sok. Siessek, mert sürgős. És érted, itt van, tessék, még ez is, ezek is baszogatnak, nem engednek, be vagy oltva, nem vagy beoltva. Ez miatt földön kívüli vagy már kirekesztett, lassan agyon lőnek, érted? Azért, mert én nem akarok semmi olyat a szervezetemben, amit én nem, amiben én nem hiszek. Mindegy. Ez a... Itt aludtam, eljöttem 880 kilométert Madridból, és még van 780 kilométerem a német benzinkútig. Az van, hogy tegnap este vagy éjszaka találkoztam kettő kollégámmal, Zsoltival és kedves feleségével, illetve Norbival, úgyhogy Zsoltéknak köszönöm a kávét. Itt egy fotó. Illetve Norbi megajándékozott egy konzervvel, egy borsós tokánnyal, amit én még nem ettem, és azt mondom, hogy kóstoljam meg. Úgyhogy kaptam tőle egyet, az meg hátul van a kocsiban, majd a következő alkalommal megkóstolom. Úgyhogy jó utat kívánok, ők Spanyolországba mennek, egy helyen rakottak. Közös a cél, úgyhogy jó utat nektek. Én meg akkor húzok haza, most majd Ausztriában. És remélem, minél előbb hazaérek, még 510 kilométerem van. Rendkívül álmos vagyok, de amit akartam mutatni, és amire bekapcsoltam a kamerát, megéheztem így hajnal 8 óra 18-kor. Én bemutatom, mi a reggelim. Ezt fogom reggelizni, figyeld! Jó, mi? Szeretett békünk, gyerekek! Hát csak így üresen, kenyér nélkül elcsipegetem. Azt mondják, hogy a fogyókúrában nem számít, ha zsírosat teszel, vagy ha zsírt teszel. Úgyhogy én ezt most kihasználom. Hát elcsipegetem, mint nasi. Na gyerünk! Egyetek a normális reggelit, jó? Szevasztok! Itt vecsés, végre megérkeztem, gyerekek. Kukra 14 órakor itt voltam. Úgyhogy le is rakottam, mire ideértem, elkapott a hátsó fékem, úgyhogy már vason megy. Egy 160 kilométer nekem minden a haza, úgyhogy azt ki kell, hogy bírja. És akkor hát szerencsére most már nincs rajta terhelés. Figyeljetek, gyorsan csináltam egy statisztikát, csak ahogy elmondom, hogy az elmúlt járatom, vagy az elmúlt utazásom az 25 napig tartott, tehát ez a mai nap a 25. nap. Fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy ez nem volt rám kényszerítve, hanem én mondom mindig, hogy mikor megyünk tovább, vagy hogy hazafele jönni, vagy megyünk-e tovább. Most ez 25 napra sikerült, és a 25 nap alatt teljesítettem 15.579 kilométert. Jöttem-mentem Európában, és 1165 liter gázolajat tankoltam.
Úgyhogy körülbelül így néz ki ez a elmúlt 25 nap. Most megyek haza, kipihenem az út fáradalmait, és élvezem egy kicsit otthon az életet, meg ilyenek, aztán fékbeteg csere, meg lehet, hogy aksi cserém is lesz ez a plusz aksim, ami arról a fűtés megy. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tudok majd valamit csinálni ebből. Ó, gyerekek, olyan rég vágtam már, hogy most láttatok még videókat, meg még van még egy, az még a nyári, és akkor most kezdem el vágni majd csak a szeptemberi indulásom, szeptember-októberi meneteket. Na, ölelek mindenkit Facebook, Insta, néha vagyok a TikTokon is, úgyhogy mindenkit szeretettel várok mindenhova. Facebookon van csoport, Szilifurgonnal, Vokét, van oldalam is, egyiket lehet kedvelni, másikat lehet csatlakozni, úgyhogy köszönöm szépen, meg a, ugye van a YouTube csatorna, nézzétek a videókat minél többen, ma már ennyit dolgozik vele az öreg. Na, szevasztok, verugom a bakancsomat, fölveszem a papucsot, aztán elindulok a toszba innen, jó? Na, szevasztok, jók legyetek, köszi, hello!